Sziasztok! Számomra a Doctor Who tipikusan az a sorozat, ami részről részre elvarázsol és olyan helyekre repít, amiről álmodni sem merek. De végső soron melyik epizódok voltak a legmaradandóbbak? Ebben a videóban elhoztam nektek ötöt a személyes kedvenceimből, úgyhogy vegyetek magatokhoz egy kis pudingos harudat és vágjunk bele! 5. Rings of Akaten. A 2013-as Akaten gyűrűi, vagy Rings of Akaten, ahogy tetszik, számomra az egyik legkedvesebb epizód a modern Doctor Who-ban. Ez a színes, díszletekben gazdag epizód egy vallási csomópontot mutat be, ahol a bolygórendszer lakói egy ünnepi ceremóniára készülnek. Természetesen nem megy minden simán, és a doktorra és társára hárul a feladat, hogy megmentsék Akaten lakosságát. Maga a rész megosztó kritikákat kapott annak idején, sokan kritizálták, ahogy kezelték benne a múmia karakterét. Én mégis úgy gondolom, hogy a hangulatnak és a betét daloknak hála a készítőknek sikerült egy igazi klasszikus letenni az asztalra, nem beszélve Matt Smith parádés alakításáról. 4. The Impossible Planet. A Doctor Who-tól nem szokatlan, hogy libabőrös lesz tőle az ember. Ebben az epizódban a doktor, mint azt a címe is elárulja, egy olyan világra látogat el, aminek nem lenne szabad létezni. A már-már Lovecrafti horror elmekben gazdag epizódban tűnnek fel elsőként az údok, akik a David Tennant korszak úgymond védjegyévé váltak. A fenyegetés benne pedig olyan ősi, hogy nem vagyunk biztosak benne, hogy a doktor fel tudja venni vele a küzdelmet. Egyébként a történet teljes lezárását csak a következő részben kapjuk meg a féle dupla epizódos formulában, mégis én az elsőt tettem a listára, hiszen az indította útjára a kalandot. 3. Cold War. Az angolul Cold War névre keresztelt epizód egy orosz tenger alatt járóra karauzol el minket a hidegháború idejébe. Ez a rész az első visszatérése a klasszikus sorozatból ismert őshonos marsi lényeknek, a jégharcosoknak. Feszült, remekül megírt epizód, amit nem más, mint Mark Gatiss írt, aki régi rajongója a sorozatnak, és aki már 11 éves kor óta ír science fiction történeteket. Remek narratíva, kitűnő párbeszédek, kár kihagyni. 2. The Girl in the Fireplace. A Stephen Moffat által írt epizód lényegében egy kosztümös romantikus történet a doktor és a létező történelmi személy Madame de Pompadour között, aminek köszönhetően a doktor társai háttérbe szorulnak. Az epizód olyan tökéletességgel ötvözi a steampunk-szerű robotokat az 1700-as évek Franciaországával, hogy a néző köpni nyelni nem tud. A cselekmény végig leköti a nézőt, a végén olyan csavarral, hogy garantáltan mindenkinek tátva marad a szája. 1. Utópia. Az Utópia című epizód tipikusan olyan rész, ami elgondolkodtatja az ember saját múlandóságán, azon a tényen, hogy az emberiség sem örök életű. Ebben a részben a doktor és társai a világ végére keverednek, ahol az emberiség az utolsókat rúgja. Viszont az utolsó reményük még nem veszett el, ugyanis megpróbálnak eljutni egy Utópia nevű helyre, ahol újrakezdhetik tiszta lappal. Ebben a részben tűnik fel először a John Sim által alakított mester, aki véleményem szerint az új széria legemlékezetesebb főgonosza. Továbbá egy olyan történetszálat indít útjára a rész, amitől biztosan minden rajongó eldobja az agyát. Nos, ennyi lett volna, ezek az én kedvenc Doctor Who epizódjaim. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Mighty voltam, következő videóban újra találkozunk. Sziasztok!